Van egy álmom, szeretek álmodni. Ez valójában két álom, ezt fogom most elmesélni nektek. Ez az én álmom, de lehet a ti álmotok is, és egy kis bátorsággal lehet Magyarország álma is. Téli reggel kezdődik, reggel felkelek, kávé, számítógép, Facebook, és azt látom, hogy Orbán Viktor bejelenti az oldalán, hogy Magyarország csődbe jutott. Hát ennek felesett réfa, megnézem az index.hu-t, ezt szoktam másodiknak elolvasni, és az index.hu oldalán is azt látom, hogy káosz van Magyarországon. Megyek tovább, szörfölök tovább, megnézem az MTI honlapját, ami nem üzemel. Nem üzemel, mert Magyarország csődben van. Hát gondolom, hogy legalább a pénzemet mentem, úgyhogy gyorsan felmegyek az e-bankingra, OTP, látom, hogy kifizetések nincsenek. Hát ez már nagyon nem jó, de álmodok tovább. Azt álmodom, hogy nincs áram, akadozik az áramellátás. De ami még ennél is szörnyűbb, előveszem a telefonomat, és látom, hogy nincs térerő. Mi jöhet még ezek után? A szomszéd Tibi bácsi, a patikus nem tud kinyitni, mert hogy nem tudja összekapcsolni a számítógépét a TB számítógépével, nem ad gyógyszert. Egyre nagyobb a káosz az országban, megbénul a közlekedés, a Ferihegyen törlik a járatokat, itt rekednek a külföldiek, káosz alakul ki, az emberek elkezdenek egymással anyázni, felül, alul nem megy a közlekedés, a metró megbénul. Már odáig jutunk, hogy a rendőrség kell közbeavatkozzon. Közbeavatkozik a rendőrség, de közben az emberek kivonulnak az utcára, napok, hetek telnek el, hogy nem dolgozik senki, csak tüntetés folyik, és ekkor az ország miniszterelnöke kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy Magyarországot hackertámadás érte. És a káosz következtében, mivel 2 hétig nem dolgoztunk, az ország GDP-je 1%-kal csökkent. Na, ekkor felébredek. Ekkor felébredek, és felteszem magamnak a kérdést, hogy lehetséges ez? Gondoljuk ezt végig. Az ország GDP-nek 1%-át 4 munkanap alatt termeljük meg, és egy komolyabb influenza járvány gyakorlatilag fél százalékkal tudja befolyásolni a GDP-nket. De hogyan lehetséges ez technikailag? Ezt 3 hónap alatt véghez lehet vinni egy ilyet. Nézzük meg, tekerjük vissza az időt, és nézzük meg, hogy mi történt 3 hónappal ezelőtt. Mekkora cyber hadsereg kell ehhez, hogy egy ilyet végrehajtson? Ezt bemutatom nektek. Hát ő a cyber hadsereg. Ő Zoli. Így néz ki egy hacker. Tudjátok, a hacker az olyan, mint a Mrs. Calambo, mindenki hallott már róla, de senki nem látta. A hacker az úgy néz ki, mint te meg én, szereti a sört, szereti az Unicumot, a Red Hot Chili Peppers-t, de valójában egy magasan képzett számítógépes szakember, aki igazából a programsorok között érzi jól magát. Ott van otthon, ebbe profi, és a fiatal kora ellenére egy 20-25 éves számítógépes tapasztalata van. És még mellesleg néhány nyelvet beszél. Szóval, mit csinált Zoli 3 hónappal ezelőtt ahhoz, hogy ezt az egészet végrehajtsa? Először is nagyon pontosan mérnöki precizitással megtervezte ezt a támadást. Miután megtervezte, összeismerkedett a miniszterelnök Facebook adminisztrátorával. Elhelyezett egy szoftvert a gépén, egy rosszindulatú szoftvert, és brute force algoritmussal elkezdte feltörni a jelszavát. Ez hetekig, lehet, hogy hónapokig eltart. Közben a netről beszerzett publikus információkat. Például megtalálható az, hogy a Ferihegy milyen frekvenciákon kommunikál. De a Google Maps-en azt is tudjuk, hogy hol vannak a GSM átjátszó állomások, milyen rútereket használnak. De megtalálható a BKV-nak a teljes hálózati topológiája is. Zoli minden ilyet összegyűjtött, és aztán leült, és pötyögött. Ez az unalmas rész, ez nem úgy néz ki, mint a hollywoodi filmekben, ott kell ülni a gép előtt. De mikor minden megvolt, akkor egy gombnyomással elindította azt a káoszt, aminek a következtében 1%-kal csökkent az ország GDP-je. De akkor hol itt a jó hír? De van az is. Mert hogy van egy másik álmom, és ezt az álmomat ezt nappal álmodom, és ezért dolgozok. És azért vagyok itt, hogy ezt elmondjam nektek. Ugyanis a hackerek nem rossz fiúk. Ahogy a mi szakmánknak a nagy dohányja mondja, a hackerek valójában magasan képzett, professzionális IT security szakemberek. És ezekből a magasan képzett, professzionális szakemberekből rettenetes nagy hiány van a világban. Ez az ábra azt mutatja, hogy az agybiznisz hogyan működik a világban. Nem csak IT-sok, úgy általában a professzionális szakemberek. Honnan, hova vándorolnak, viszik az agyakat, és viszik vele a GDP-t is. Tudjátok ma hány professzionális szakember dolgozik a hazáján kívül? 200 millió. És ennek a duplájára lenne szükség. Ez teljes Európa lakossága. És itt jövünk be mi magyarok. Szerencsénk van, Ugyanis az IT security az nagyon bizalmi szakma, nem akárkit engednek oda. A kínaiak nem engedik oda az amerikaiakat, és vice versa. De nekünk olyan szerencsénk van, hogy olyan picik vagyunk, hogy mindenki odaenged minket. Odaengednek minket a kínaiak, odaengednek minket az amerikaiak, és a többi. És nagyon jó szakemberek vannak nálunk. A reálképzés mindig jó volt Magyarországon, most is jó volt a szocializmus alatt is. És az IT security szakembereket aranyárba lehet eladni. Amerikában egy ilyen szakemberért napi $5000 fizetnek. Igen, az 1 millió forint. Akár annyit is kifizetnek érte. Tehát mi ebben jók vagyunk. És ez nem egy utópia, ez nem jövőről beszélek, ezt már ma meg lehet csinálni. Mi a barátaimmal csináltunk egy hacker konferenciát, amit 7 éve csinálunk, és tavaly 1000 ember állt sorba az esőbe, hogy bejusson, és lássa, hogy mit csinálunk mi itt. Eljött a kínai televízió, eljött a francia hírügynökség, az Al Jazeera ide küldött egy stábot, és élőbe közvetítette 280 millió embernek, hogy mi történik. De ezeket a zolikat eladjuk mi direktbe is. A barátaimmal csináltunk egy céget, ahol 50 zoli dolgozik. 50 jó erkölcsű zoli dolgozik. Őket eladjuk Magyarországon is, és eladjuk külföldön is, és ebből már milliárdos bizniszt csináltunk azért, és közben tanítunk az ELTE-n, meg tanítunk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. És hát hál' Istennek vannak rajtam kívül független, nagyon jó magyar cégek. Itt van a VirusBuster, itt van a Balabit, ezek világszínvonalú termékeket állítanak elő. De itt ül most valahol Fóti Marci, aki a legjobb etikus hacker oktatónak választották. Vagy Szőr Péter, aki a vírusvédelemnek az atya, szintén egy magyar srác. Vagy Barta Csaba, akit tavaly a Miami konferencián a legjobb előadónak választottak. Szóval tele vagyunk sikersztorikkal. És mit jelent ez? Azt jelenti tehát, hogy van egy piac. Ez a piac, hívjuk csak agybiznisznek. Ez a piac ma már nagyobb, mint az olajbiznisz. Ebben mi már ott vagyunk, magyarok. Ehhez megvan a mi kis ásványkincsünk. Most már csak annyi a dolgunk, hogy nagyobb szeletet hasítsunk ki ebből. Ehhez azt kell csináljuk, hogy egy kicsit össze kell fogjunk, támogatnunk kell a magyar szakértelmet, oktatnunk kell őket, támogatnunk kell a magyar cégeket, segítenünk kell őket a világpiacra menni, és akkor meg tudjuk azt valósítani, hogy abból a -1%-ból plusz 1% legyen. Na ez az én álmom, ezért dolgozom. Köszönöm szépen.